Szerintem ez az első alkalom, hogy a testemhez megfelelő méretű biciklivel foglalkozunk itt a csatornán. Ez az Engve EP2 Pro. Egy bicikli, ami nem piskóta, hanem fém. Miért lenne piskóta? Milyen hülye gondolat? Ez a bicikli egy méretes dobozban érkezett hozzám, meg annyi darabra szedve. Ott volt a váz, a kormányrúd, az első kerék, az ülés, a sárvédő és a csomagtartó. Ezek mellett ott lifegett az első és hátsó lámpa, illetve egy dobozban kaptam mellé még a pedálokat. Az összeszerelést azt nem vettem föl, mivel nem akartam, hogy azt nézzétek, ahogy egy mackó nadrágban két napon keresztül vérző orral térdelek az előszobámban. Nehéz napok voltak, de már túl vagyunk rajta. Tehát, az LP2 Pro egy elektromos bicikli három hajtási móddal. Sima tekerés, tekeréskisegítés és teljesen elektromos működés. Előbbi nem használ áramot, mivel olyankor úgy viselkedik, mint egy bicikli. Kisegítős módunk már 80 km-es hatótávra is képes, míg a teljes elektromos hajtással elvileg olyan 25-30 km-t fog elmenni. Ezek a számok természetesen nem egy akkora legény alatt lettek mérve, mint én. Alattam ez nagyjából 50 km-es kisegítéses, illetve olyan nagyjából 15-20 km-es teljesen elektromos hajtást jelent. Ami valószínűleg feltűnhetett, hogy a kerekek eléggé masszívak. Ezek 20x4-es gumik, amik azt jelenti, hogy 20 incses átmérőben és 4 szélességében. Azért azon nem mindegy. Ezzel gyakorlatilag bármilyen teretnek nekiugorhattok, nem kell majd a kitaposott ösvények nem maradnatok. Most nem azt mondom, hogy ezt ki is próbáltam, de a pesti kátyúk azok sokkal elviselhetőbbek. A kényelmesebb utazásért az első keréken egy villás felfüggesztést is kapunk, illetve az ülés is igencsak kényelmes. Sajnos a hátsó fertájon nem kapunk semmilyen komolyabb rugózást, azonban a méretes gumik azok itt is segítenek abba, hogy az utazást azt kényelmesebbé tegyék. Ahogy említettem, egy hátsó kerék meghajtású bicikliről beszélünk, és mivel ez egy bicikli, ez hátsó kerék meghajtás, ez magától értetődő. A motor 750 wattos, elméleti 960 wattos hirtelen teljesítmény leadással. Ez bár nem fog minket kilőni, amikor zöldre vált a lámpa, de nagyon kényelmesen és gyorsan fel fog minket vinni a 25 km/h maximális sebességére, és ez a teljesítmény egyébként nem nagyon esik vissza, még akkor sem, amikor az akkumulátor alacsonyabb töltésen van. Nézzük rá a kormányra! Itt középen láthatjátok a kijelzőt, ami ugye mutatja az aktuális sebességünket, a bicikli töltöttségi szintjét, a tekerés rásegítés szintjét, hogy ég-e a lámpa, illetve van egy kilométer számlálónk is. Ennek, illetve magának a biciklinek a beindítása nehezebb volt, mint gondoltam. Először rá kellett jönnöm, hogy a slusszkulcs a cenga seggébe megy. Ott kell gyújtást adnunk. Aztán megnyomjuk a bekapcsoló gombot. Hogy az hol van? Itt! Hol máshol lenne, ha nem a rásegítés sebességváltó elején? De mondok jobbat, a kilométer számláló váltó gomb és a lámpa gombja is itt van, csak oldalt. Én ezt nem értem. A fények azok határozottan jól láthatóak, sötétben pedig gyakorlatilag lehetetlen lesz nem észrevenni, hogy merre mentek. Ez biztonságtechnikailag és úgy alapvetően is egy baromi jó tulajdonság. Van meg egy aranyos csengőnk, ami egyáltalán nem reprezentálja azt a biztos halált, amit jelentene, hogyha elcsapnálak ezzel a biciklivel, illetve itt vannak a fékkarok. Egy nyomvonalú barátunk mindegyik keréken egy-egy méretes tárcsafékkel érkezik, amik egészen gyorsan megállítanak majd minket, illetve ismét hála a gigászi gumiknak, kevés az esély annak, hogy elcsúszunk. Az utolsó dolog pedig a gázkar, ami a markolatban van építve, ezt meghúzva tudunk gázt adni, innen a név, és valahogy így működik. A maximális sebesség az 25 km/h, ami egy ilyen kellemes tekerésnek felel meg, és egyáltalán nem fárad el benne az ember, még hosszabb távon sem. Ennek ellenére pedig nagyon jól fel tud kapatni még komolyabb emelkedőkre is. Az utazás az valami meglepően kényelmes egyébként, és ahogy említettem, a kátyuk azok egyáltalán nem hagyják meg, ennél fogva pedig belvárosban még a legundorítóbb környékeken sem lesz fel semmilyen problémátok, ami nyilván útfeletet illet. Hős utcába nem mennék vele, mert a végén még kikapják alulatok. Amit nem említettem, hogy ezen van egy 7 sebességes váltó, ugye, hogyha csak bicikliként használtok, akkor nyilván nem kell mindig egy brutál nehéz sebességben tekernetek, hanem azt állíthatjátok, és erre egyébként egy egészen kis kellemes és intuitív kontrolltok is van a jobb oldalon a gázkar mellett. Abban az esetben pedig, hogyha azon gondolkodtok, hogy lehetséges-e 25 felé emelni a maximális sebességet, igen, ezt pedig a videó végén is mondom majd nektek. Visszaérkezve meg kell említenem, hogy bicikli barátunknak a súlya
nem éppen csekély. 170 cm hosszú és 34 kilót nyom. Ennél fogva ezt felemelni és felcipelni emeletre, mondjuk, hogy a belvárosban laktok, eléggé felejtős, én a helyetekben lekötném a földszinten. Ez nyilván felveti a problémát, hogy hogy töltjük föl? Leküldünk egy hosszabbítót az ablakból? Nem! Ahogy a mondás is tartja, ha a hegy nem megy Mohamedhez, a hegyhez Mohamedhez. Szóval, ahelyett, hogy felvinnénk a biciklit, vigyük fel az áramforrást. Ehhez azonban félbe kell hajtanunk a biciklit, ami egyébként az összecsukásának a folyamatában van benne. Először is kiakasztom a kormányt és lehajtom a kerék mellé, majd kiakasztom ezt a középső elemet és ügyesen félbehajtom magát a biciklit. Ilyenkor a támasztónk az nem kéne, hogy lent legyen. Ahhoz, hogy ilyenkor megfogjuk, van rajta egy fogantyú, bár abból nem éppen a leghasznosabb dolog a világon. Mivel ilyen állapotában igazából nem fogja össze semmi, ezért hordozhatónak nem nevezném. Most nyilván kisebb, mint volt, tehát nagy nehezen be tudjátok rakni egy nagyobb autónak a csomagtartójába, de ennek az összehajtásnak szerintem a fő oka, hogy ilyenkor ki tudjuk belőle venni az akkumulátort. Félbehajtott vázunkon láthatjuk az akkumulátornak az érintkezőit, illetve itt kihajthatjuk az aksinak a fülét. Ha eltekerjük a kulcsot a gyújtással ellenkező irányba, akkor az akkumulátorunk az ki is szedhető. Ennek köszönhetően elég csak az akkumulátort felvenni, hogy a lakásotokba is feltölteni, és így magát a biciklit azt lent hagyhatjátok, illetve a másik előnye ennek az egésznek, hogy ezzel elintézhetitek azt, hogy legyen kettő akkumulátorotok. Amíg az egyik töltődik, addig a másikat használjátok. Amit ilyenkor részben kell azonban tartanunk, hogy a slusszkulcs az az akkumulátorhoz tartozik, mivel ott van az alján, látjátok a gyújtás, ami azt jelenti, hogy ha van egy másik aksitok, ahhoz egy másik kulcs jár. Ez egy kicsit hülyén hangzik, de ez van. A mellé kapott töltővel a 48 watt 13 amperes, tehát 624 wattórás akkumulátorunk 4 óra 20 perc alatt feltölthető. Érted? Mert az a fűszám. Ez egyébként egy meglepő egy gyors töltés egy ekkora akkumulátornál. A trade-off ebbe az egészbe az, hogy a töltőtök az aktív ventilátoros hűtéssel rendelkezik, és kegyetlen hangos? Tapasztalatban mondom. Összességében azt kell, hogy mondjam, hogy le a kalappa lengve. A mai napig nem tudom, hogy hogyan kell kimondani a nevüket, de a kommunikáció velük az valami fantasztikusan jó volt, és magával a termékkel is teljes körülön meg vagyok elégedve. Az ára 1000 euró, ami olyan nagyjából 380-400 ezer forint, attól függ, hogy mikor nézitek ezt a videót, és ez nyilvánvalóan nem a gyermekem első elektromos biciklia árkategóriában van, de hogyha engem kérdeztek, tudásában sem éppen ott foglal helyet, és ahhoz képest, amit tud, ez egy teljesen fair ár érte. Legalább és szerintem. Úgy tudom ajánlani? Határozottan. Szóval szeretném megköszönni nektek a figyelmet, szeretném megköszönni Zsaninak ott a kamera mögött a segítséget, mivel egy igazi trooper volt, és nélkül ez a videó, ez olyan formában, mint amilyenben elkészült, nem értett volna létre, illetve az Engvének, hogy elküldték ezt a biciklit. Majd azt mondom, hogy elküldték a videót. Azt nem küldték, azt én küldöm nektek, sok szeretettel. Legyetek jók, és sziasztok! Mielőtt azonban vége lenne ennek a videónak, még tartozom nektek valamivel, szóval nézzük, hogy hogyan kell átállítani a maximális sebességet. A biciklinek a rendszerét a már a videóban mutatott gombkupaccal tudjátok majd irányítani, és nektek a plusz, a mínusz, illetve az oldalt található információs gombra lesz szükségetek. Hogyha a plusz és mínusz gombot folyamatosan lenyomva tartjátok, akkor beléptek egy menübe, de nektek tovább kell mennetek azzal, hogy az információ gombot és a mínuszt is lenyomva tartjátok ezen a menün belül. Hogyha bejutottatok a második szintű menübe, akkor az információ gombbal el tudtok léptetni a sebesség határhoz, és ott, amikor annak az értéke az elkezd villogni, akkor azt a plusz és mínusz gombokkal tudjátok majd állítani, és ezzel gyakorlatilag 1-től 99-ig bármilyen számot be tudtok állítani, most nyilván a bicikli az nem lesz majd képes 99-szel haladni, de én beállítottam rajta 40-et, és 40-re nagyon könnyen fel tudja segíteni a pedálozásunkat, mondjuk akkor már tényleg teper az ember elég erősen, de a benne lévő motornak eléggé komoly teljesítménye van. Mint kiderült, a 25-re korlátozás az merőben visszafolytja az ő tehetségét. Miután ezzel megvagyunk, akkor csak kapcsoljátok ki a biciklit, és hogyha bekapcsoljátok legközelebb, akkor már emlékezni fog arra, hogy mit állítottunk be. Ezen kívül, amit még nem említettem, hogyha a mínusz gombot nyomva tartjátok, miközben nem ültök a biciklin, akkor egy sétáló módba kapcsol, és ha jól emlékszem, akkor 6 km per órával elkezd gurulni a bicikli, szóval nem kell tolnotok, hanem megy mellettetek technikailag. Ez egy fontos információ, amit elfelejtettem elmondani. Egyébként, hogyha most itt ide kattintotok, akkor meg tudjátok nézni az előző elektromos járgányos videómat, alatta pedig valami másikat fogtok látni, amit a YouTube oda dob nektek. Azt nem én csinálom, azt ők csinálják, ne fogjátok rám, viszontlátásra!